Sziasztok, ez itt a Bögre csatorna, és a legújabb résszel folytatjuk azt a Let's Play sorozatot. Ez a posztú, hogyha az előző résszel folytatnánk. Akkor hagyd vegyem én magamhoz a szót. Kérlek, tiéd az összes szó. Hagyd mondjam el azt, hogy hogyan telt el az elmúlt hetem. Mert mint ugye mindenki tudja, hetente egyszer összeülünk ezt játszani. Igen. Képzeljétek, én voltam biciklizni. Úgy gondoltam, az utolsó rész után, hogy én nem fogok kilépni a játékból, és az elmúlt egy hetem azzal telt, hogy azt néztem... Várj, lejátszottad héten... az összes szenáriót, mint Doctor Strange. Ott, ahol megállítottuk a felvételt, ott nekem azóta egy hét óta szerintem már kezd burninelni az egész CK3. Beleégni a képernyőbe. Akkor kezd beleégni a képernyőbe. Az, hogy egy 7823 sereggel éppen felényesen nyerek egy csatát azok ellen, akinek 210 fője volt. Wow. És ezen a glorious pillanaton állította meg Balázs egy hete, pontosan egy hete a felvételt, és én azóta minden nap ebből nyerek erőt. És nagyon jó volt ez a hetem. Ez egy igazi lelki fröccs. Nekem ez is felrobta a lapomat. Köszönöm, hogy küldted az energiát. Nekem az egy lelki hosszú lépés inkább. Most már visszaadom a szót, mondhat mindenki bár. Kis lépés ezt tudja a királyságának, de egy hosszú lépés nekem. Jé, szereztem egy 14-es szövetségest. Akik nem ti vagytok. Let's claim on the Kingdom of Italy. Pápi! Pápival hogy lehetek legjobb barátok? Hát, ahhoz túl fiatal, vagy túl idős vagy. Ja, mert már skimmingelek ellene, azért nem tudok barátságot indítani. Hát akkor meg ezt abba hagyom. Post by Tuvia. És te leszel a legjobb új barátom. Igen, mert hogy éppen a franciák úgy gondolták, hogy ők egyben megtámadnának engem. Oh wow. Mi az indok? Az az indok, hogy French claim on the fuck az egész igen. Kingdom of Italy kell nekik. Igen. Azt mondták, hogy 2000 emberre mennek. Hogy mi lenne, ha? Én akkor mi most megtámadnánk téged úgy. Játszásibó. Az kem. Tehát ki akar háborúzni velem? Mi nem vagyunk szövetségesek. Nem háborúzunk veled, hát elég, ha a franciákkal háborúzol. Jó, hát... csak mindjárt folytathatjuk. Nem a francot nem vagy szövetséges velem. Galícia szövetséges velem, ami nem Irián. Bukovina, ami Ákos, és lázadások vannak. És Andalúzia, ami pedig Irián. Akkor... Oh. Figyelj, amúgy, ha behívod Galíciát meg Andalúziát, akkor elegen vagytok. Azért, hogy... Vagy Ákos, te támadsz? Vagy mit? Hát nem, amíg el van foglalva a másikkal, aki tirani ellen harcol, addig én itt délen megtámadom. De megtudtad? Nem arról az, hogy békétek van? Hát nem érdekel. Rákakiltam a papírra, és visszakiltem. Jó, és így hogy áll a háborunk? 78.000, 42.000 ellen. Jó. De Tuvia, ne hívjál be. Én háborozom. Jó, mindegy. Elküldtem minden egyes lehetőségemet, akint találtam. Az a probléma, hogy túl sok negatív színfult rétem van. Férjem meg, hogy túl sok pozitív. És ezért a pont mínusz 6-on áll a pápa elfogadottsága. Megy felé Tuvia. Megy felé 35 ezeres francia sereg. Fuss Tuvia, fuss kicsi Tuvia! Gyorsan a burgonyákkal való háborúmat lezártam. Fehér béke? Ha. Viszont az NPC szövetségesen nem igazán akar háborúzni. Amilyen nem, még nem találkoztam. Ja, mert nem szeret. Küldök neki pénzt. Küldj neki pénzt! Az mindig segít. És odahajózom Itáliába. Mi? Tényleg? Tényleg?
Micsoda jó jön. Ember ez. Itt jön! But look at him! Oh! Look at him go! Hol vannak ezek a csúnya franciák? Most ott vannak Burgonyában. Savoyban. Ha, látom. Ha, merről megyünk? Balról? Ha. Balról kerik az Impossible Terrain-t? Az Impossible Terrain hegy. Tudom mit? Van fenn 10-20 ezer ember. 10-20 ezer? Látja, azt külön el kéne kapni. Igen? De most már össze fognak olvadni. Nagyon 20 sok ezerbe, úristen. És ha fölmegyünk teljesen a franciáknak a izére? Európa, Párizs, mit szólsz hozzá? Nagyon így. Irány Paris! Annyi halálfej van ott, hogy... Annyi halálfej van ott, hogy várjál. Ezt menedzselni kell a seregemet. Bomoljál már ketté. Ne bomolj! Ezt is a mai fiatalok mondják. Hallottam. Jó, én hozzám olyan jó, hogy ilyen tök békésen csatlakozgatnak az országok. Ez a legjobb valaha. Mindenhol halálfej van. De miért? Na, mert nincs a supply limit. Mit miért? Na, megeszed az összes gabonát előlem. De nekem is az van, folyamatosan. Hát, mert túl nagy a sereged, megeszik gabonát. Túl nagy a segged. Hey! Nem én mondtam. Oh no! A pápi azt mondta, hogy nem lesz a barátom. Ne. Pápi no! Oh. Mi lenne, hogyha nem mennénk odafelé éjszakra, de megvernénk az a seregeket itt. Most nagyon szét van szóródva. Jó. Becsattannánk a legészakiba. Jó, ebbe a... aki Margitkában van? Igen, aki Margitkában van. Jó, legyen. Én létrehoztam egy királyságot. Ennyivel is kevesebb probléma lesz. Vagy oh-oh. Több. Mindig kicsit be van rágva. És ha tőled elvenném ezt... Elfogadod. Hát ez kiváló hír. Most összeolvadt, hogy 27 ezer sereggel jó az. Rámegyünk? Persze, én megyek, mint az állat. Szétváltak. Megint halálra stresszeltem magam. Hát akkor itt az ideje ellátogatni a piros lámpást egyedbe. Meg lehet le kéne fogynom, de szerintem ezen a ponton már mindegy, de próbáljunk meg lefogyni, persze. Próbálok rendet rakni itt a birodalmamban, csak nem olyan egyszerű. De végül is azért, hogy ilyen 100%-ra elfogadják, amiket kérek. Csak azért kapnak némi tirániát, érte? Basszus, gyerünk seregek, gyertek seregek! Ott vagyunk, ott vagyunk! Yes! Nyilván egy háromszor akkor a sereggel elvesztem a csatát, mert miért ne? Jó, ez nagyjából elég lesz. Jó, visszamentünk plusz 1%-ra. Plusz 1%, woohoo! Merre mentek? Most gyorsan ezt a Kavanészt visszafoglalom. Jó. 45 nap, szóval aránylag gyorsan megy. Ha te elindulsz közben fölfelé, valami területet benézni. Hát igyekszem, csak lesz ott jó pár ezer ember. Aha. Mindjárt. Meg ugye, vajon a felem elfogyott. Azon is gondolkozok, hogy lehet, hogy hívok egy Holy Order-t. Amekkora tudok. Knights of San Diego. Miért nem? Tudom. Ja, mert ugyanolyan vallás. Kötyudott ezer!
Oh no, I'm dying. És el fog kapni, mert a kis sereggel fel fog tartani. Hol van? Aha, az előbb, itt van, izé van valahol. De nem is erre jön, hogy erre jön. Oh-oh. Cápali. Hoppá. Ez várható volt, pedig próbáltam lefogyni. 59 éves volt, voltam. És elvesztettem a Dán címet, hál' Istennek. Dán királyi címet. Nem azt megkapta a második Erik, mert ezt választották, ezt a fuckert. Akkor az egyik fiam, yes! Én nem tudtam megmenteni Alien-t. Akarja valaki a másik fiamat megölni? Kihalt meg. Megkaptam. Ő is benn van a seregben. Jöhet King Shark. Oh, jeez. King Sharko? King Sharko. King Shark. Tiszta nagyapja ez az ember. Sárki. Na akkor egy kis tereprendezés nálad is, meg nálam is. Uh-huh. King Shark. Ez Kingi? King Shark? Nem, ez a King Shark. Hogy kell supply-t feltölteni seregnek? Hova kell állni? Hát olyan helyre, ahol még nincs lesz odafogyva. King Sharknak még nincs egy fia. Bezzeg az én utódomnak? Két szép szán legény, Gelder és Varinekin. De ismerem az alusaimat, úgyhogy adok a feltéletének egy pofot. Gyerekcsinálás fókusz, mint régen volt. Hát... a fertility módosítót kell keresni. Te például mi vagy? Minek számítasz? Ja, Intricate Webweaver, akkor ott van egy olyan, én is az vagyok egyébként. Tehát a Intrigue Focus, és ott van a Temptation Focus. Vagy Intrigue Lifestyle Temptation Focus. Ezt néztem én is, akkor megyek Intrigue-el. Meg az Attraction Opinion is azt hiszem segít a gyerekcsinálásban. Jó. Oké, kösz. Hogy kell ki színjelni? Ja, a házamból, azt, az nem az én házamnak tagja. Ó, basszus, azért nem tudom. Én türelmetlen, megbízó és nyugodt vagyok, viszont egy lábbal kevesebb van, mint ami egészséges lenne. Azt hiszem. De melyikön? Várj, kezem nincs, vagy lábam? Nem, kezeim megvannak. Akkor lábam nincs, próbálj. Várj, megnézem. Igen, falában van. Nagyszerű. Oda van írva, hogy van legd. Jó, hát na. Akkor de van neki, most mondtátok. You ate legged freak. Hát ezért neveztem el a gyerekeimet ilyen gyönyörűen. Hogy lábuk se legyen, vagy mi? Aha, igen. Na én mindenkit kivégzek, akit találok. Hát az elijeszti az embereket, bár nem szoktam mostanában már. De hát abból baj nincs, ugye? Elfogytak a muszlimok. Ekkorák ezek a franciák. Úristen. Szavaja mióta? Mióta ilyen picike? Nem. Mindig ilyen volt. Nem, az nagyobb volt. Igen? Hideg van, jó? Összement. Jó. Bocsánat, de nem ilyen óriási lázadások jönnek most. És muszáj vagyok itt ezzel valamit kezdeni. Vagy legalábbis megpróbálni, hát úgyse fog sikerülni. ...91, még kell egy... ...masszus... ...jó, minusz 132 piéta. Az igen. Remek. Már activity-n vagyok. Mit csináltam? Jó, elmentem bulikázni, ezt nem kellett volna. Ilyen titeket most nagyon megvertek, mi? Nem vagy, akart az egyik film. Az a lényeg? Igen. Várjál, hát ti vagytok most a... Ha részei vagytok a Billung Hildenzunzgesundheit háznak, ki tudtok belőle tagadni valakit? Az csak a háznak a feje tudja, ami nem mi vagyunk. Mr. Galicia! Mr. Worldwide! Mr. Galicia, please! Nem tudom megkérni erre. Supply-om, nulla supply-om a shoes. Át kéne állnom egy... másik tájra, ami nincs leterhelve.
Hogy erre van valamelyik olyan tájjal? Ákos? Igen? Mesélj! Keresem, hogy hol van a supply, mert nem válaszoltatok rendesen. Én azt hittem, Irian válaszolt, én zónáltoltam is. Azt hitte, hogy válaszol, de nem adott elég információt. Ha kiélsz egy egységet, és ráviszed úgy ráviszed az egeret egy területre, akkor ott kiírja, hogy pirossal vagy fehérrel, hogy mennyi a supply limit a seregethez képest. Addig kell felezgetni a seregeket, amíg... Hát én legalábbis úgy szoktam, hogy elfelezem a sereget, és mondjuk akkor elküldöm két olyan területre, ami egyiket ide, másikat oda, és külön-külön töltődnek. És akkor a 9685 per 11940 az jó. Mert hát hogy piros vagy fehér? Fehér. Akkor jó. Ah, oh, yes. És akkor oda kéne állnom. Hát jó, ha ezt a területet elfoglaltam. Mert most plusz 26-ban vagyok, mert csatát elvesztettem, viszont tartom a fővárosát. Hol van még földem? Hát ez hihetetlen. Hát lent keresd valahol. Aachen, Oldenburg, Lippe. Aachen. Hát jobb, mint a Aachen. No, kind of Aachen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, még valahol van egy földem. God damn it. Az CK volt, vagy Borderlands? Kaken? Az Borderlands. Akkor fizessetek elő a Patreonra, hogy láthassátok ezt a csodát. Spoiler, nem éri meg, de... De azért persze, fizessetek elő. Csak temperálom az expektációkat. Mielőtt a dühös kosztumerekkel kell megküzdenem. Kifested? Temperálva. Vízfesték gang? Jó, kasszelt adom oda valakinek, bár szerintem ez ilyen... Nem, az nekem fontos, az kell. Akkor odaadom Angliát. Igaz, hogy apám onnan származik, de az is kell. God, na most akkor mi van? Azt, hogy van valahol még egy földem, és nem tudom, hogy hol. Jó, én akkor elmondom az igazán fontos információkat. Ha megnézitek King Oscar the Second-öt, Magyarország királyát, és megnézitek az egyik nagyszüleit, akkor az úgy néz ki, mint a Halott mennyasszony a Tim Burton filmből. Hát ez tök jó, hogy ezt most elmondtad, mert most... tudtam, hogy ez lesz. Bele kéne kattintanom, hogy lássák, ahelyett, hogy intézném azt, amiért pauszban vagyunk. Én elvetett a fogalat. Itt kell keresni King Oscar, igen. Nagyszülő. És ott van Viola Árpád Esztergom, aki a Tim Burton. Ja, meg van mint. Szóval ki? Jó, igen, egy sovány asszony, szegény. Szerintem nem volt elég ki baj, úgy, ami ki is röhögöd. Te az én szegénységi bizonyítványom. Régen látod a filmet, maradjunk annyiban. Hát nem mostanában volt, az igaz. Balázs, mi a helyzet? Hogy állunk? Jól. Tényleg, mi a helyzet? Hol nem pályad, csak jobbal. Hát most éppen nem jobb. Mindenki meg az anyja is fellázadt, hogy ezt a 62 éves Ágnes asszonyt odarakják a trónomra. Aki vak, félkezű. Hát kb. Ágnes asszony, jól van? Nem tudom, még... földje sincsen. Csak kitalálták, hogy tudjátok, ki lenne jó uralkodó? Az öt öreg asszony, aki ott ül a kandalló mellett. Megkötötte azért a harci lobogóikat. Empress Mother Peach of Holy Roman Empire. Várj, megtaláltam Ágnes asszonyt. Na, hol van Ágnes asszony? De hogy én ezt berakom Miss Franky alá, mint önöm benne holnap. Tessék, jó szórakozást. Nem tudom berakni. Count Ágnes is ezett War with Duke Dedo the Fifth. Fucking hell. Ez az asszony még háborúzik is. Azt az ő nevében akarnak ilyet csinálni, adjuk már. Várj, demandolhatom a szurrenderjét. Ha már... Csinyörű mondat van. Speaking of... Te nem akarsz White Peace Time for szólni? Nem tudok. Még mindig nem. Kár. Na jó, elrejtettem az asszonyt. Demandolom a szurrenderjét.
De még így is fellázadnak. Hát ez hihetetlen már. Imádom, a velencei új király egy rokonom, ezért behívhattam őt háborúba. És hozott 206 ember. Várj, ez egy dolog, és akkor kiírja a játék, hogy igen, testvérem, jövök, és legyőzzük őket, nem tudom, és egy egyéves valaki vezeti éppen velencét. Tényleg. Hát ez hihetetlen. 200%-kal jönnek ezek a nyomorultak. Kicsit töltődnöm kell idén, szóval most azért állok itt a semmi közepén. Dangerous faction. Vazul senkinek született egy lánya. Ő az, akit Ákos kitagadott. 19%. Itt lent támadtak minket, basszus. Van itt egy factionem, aminek az egyik tagja be van börtönzve, a másik kapag nem tudok semmit se kezdeni szó szerint, mert egy gyerek. Nem tudom se frendelni. Meg tudom mörderelni, hogyha az számít valamit. Hát nézd, jobb, mint a semmi. De nem már! Miért álltok ugyanott azon a tájadon, amin én vagyok? Így nem töltődök semmit se. Az egésznek az a lényeg, hogy töltődjek. Hát a gyámolság izében elkezdtem tanítani inkább. És elfogadta, úgyhogy lehet, hogy összebarátkozunk. Lementünk 6%-ra, Ilyen. Ó, jaj. Az nem az én hibám. Nem az én problémám. Ó, de gyorsan. Ó, de gyorsan kiszálltál belőle. Hát én békét akarok, úgyhogy készülök a háborúra. Elfelejtettem, hogy hogy mondják. Parabellum. Hát ez egy elég parabellum, igen. Ez nem a John Wick a harmadik részének a neve? Nem, a parabellum azt jelenti, hogy prepare for war. És ha látod a John Wick harmadik részét, akkor... így rögtön értem. Oda megölik a macskát. Rögtön értem a címadás. Na, ez nem vicces. Neked ölik meg a macskát. Miért? Na, de senki nem jönnek semmilyen macskát. Megtámadott megint 40 000 ember. Járkáz, ez azért van, mert arra akartál menekülni. Hogy csináltam a tengerparton. Ez teljes mértékben azért van, mert el akartál menekülni. Nem figyeld a... Visszaforduljatok. Mert nem figyeld a háborúdat, és 40 000 ember becsillált Rómáig majdnem. De én most mit kezdjek vele? Most úgy csinálsz, mintha értenék ez a játékhoz. Hát reméltem. Van Prince Peter of Galicia. Ki az Isten az? Akkor nem fogadom el. Itt olyan jól el voltam itt a kis szavajjal, és semmi gondol nem volt, amikor azt mondták a francia, hogy no, gyere csak ide. Olyan jó kezdődött ez a rész. Egy hétig itt néztem a dominanciámat. Na, megjöttek a normandok is. Ne, nem a pauzában, miért? Megjöttek a normandok. A normandok. Na, most. Ó. Oh. Basszus, pauzában van? Nem tudtam megölni a fiamat, pedig hát mert elég esélyem volt rá. Az a baj, ha szörrendrölök, akkor meg elveszítek mindent. Én leszek a következő Alien. Nem veszítetsz el mindent. Konkrétan az egész királyságomra megy, de hogy honnan találtak ilyen klémet, hogy most itt az egész királyságomra? Nem tudom, de nagyon menő. Nézd meg, ott alig van emberük. Ott van 21 000, ott van 4 000. Mi többen vagyunk. Itt van Benevetto, Milano, minden sereg itt van. Itt van a 180 velencei ember is. És a franciák visszavonultak. Goddammit. Tudod mit? Menj innen el, menj előre, menj át idegen területre, én visszafoglalom őket a saját helyőrségemmel. Jó. Azt jó. Ezen itt jön még 17 ember. Juhu! Itt jön még 17 ember. De jó! Ó, anyád!
Engem közben próbálnak elcsábítani, miközben megint esik szét fel a birodalom, hogy mennyire gyűlölöm én ezt. De nem már, anyád segít, utolsó bunkó. Na majd várjál, majd most. Elkapom a grabancodat, te. Utolsó bunkó. Semmire kellő. Ilyen, megszűnt beítettek, minket kontroljönnek éjszakról megint. Konkrétan mentek egy kört. Te szomorú. Melyik a legnagyobb menetelmez, amit pénzért vásárolni lehet? Te vagy. Ennyi van. Nekem már mínusz 9 van. Nekem 30 000 forintom van. Azt a mindenit. Na de a következő részben kiderül, hogy hova jutnak ezek a felkelők, illetve akármi is történik, mondjuk Ákossal, gondolom. Köszi a figyelmet, innen folytatjuk. Ákos még itt van. Nem tudom, nem. Elaludt szerintem. Sziasztok. Nem igazán. Sziasztok.